Most már évek óta a Grétával csináljuk ketten, illetve uh, volt itt uh, most már, hogy a, a Nem Pop Underground is folyamatos uh, szervező uh, tagként, egyenrangú szervező tagként, illetve a Divoidból a Vadman Szilárd, illetve a régi gitárosunk a, a, az Adrián is. Uh, tehát, hogy így, hogy, így, hogy így tök jó amúgy, mert mindig van valami kis, uh, valaki kis uh, zsizsik, aki úgy csináljuk már, így legyen más, mit tudom én, illetve uh, hát most megint akkor itt uh, is, Jelzem, hogy tehát a, a csornai ö, helyszínt ö, szeretnénk, ö, szerettük volna megoldani idén is, hogy jövőre működni tudjon, de ugye idén az volt a baj, hogy nem volt áram. Most az aktuális ö, státusz az az, hogy az áram probléma az fönt áll, továbbá most már víz sincsen, úgyhogy igazából ilyen apró problémák vannak, és ugye infrastruktúra nélkül nem tudok szervezni, vagyis hát tudok végtelen pénzért, amivel meg tudom magam nyomorítani, akár egy fél életre is, úgyhogy, úgy, hogy azért minden áron nem. Minden áron nem, de vannak alternatívák jelenleg kilátásban, de erről majd inkább akkor beszélnék, hogyha, 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 itt ebből valami kezd körvonalazódni, kristályosodni, aminek ebben az évben meg kell, hogy történjen. És ezt hogy fogalmazod meg? Mert van a Család, munka, Bipolár és Hellville, hogy ez me melyik szerelemprojekt, melyik komoly hobbi, melyik hivatás, alázat, őrültség, tehát itt ezek milyen halmazok. Kiválóan összehalmoztad ezt a komplementert. Új, új, új szó, összehalmazoztad. Összehalmazoztad, mert, összehalmozoztad, 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 mert ez, ez ennek mindegyiknek egy kicsit a komplementere. És, és az van, hogy én ezt úgy fogalmaztam bele az egyik dalszövegbe, hogy már nem bírom ezt a szart abba hagyni. Az elmúlt három év szervezési ö, katasztrófái, nem, nem tudom hogyan mondani, ö, tulajdonképpen mérhetetlenül sokszor tesznek szomorúvá, és barom jó volt most, hogy két hónapig nem kellett foglalkoznom vele. Ugyanis pontosan az, ami a klub szezont megöli, az öli meg a kis fesztiválokat is, meg a nagyokat is, mert, úgy, ahogyan a volt is. Ö, becsukta a kaput maga után, uh, ugyanúgy nem tudom, hogy még idén, vagy hogy jövőre, hogy még mi fog hasonló sorsra jutni, viszont ami talán ilyen reménysugárként megjelent, hogy egyre több, uh, egyre több uh, metal zenei és könnyű zenei uh, dolog uh, megy ebbe a keményebb vonalba, és én azt látom, hogy talán, mint hogyha a pop Rész egy kicsit erősödne a könnyűzenei szférában. Nem tudom, hogy az mennyire van így. Annó, baromi könnyen voltunk, mert nem volt internet, nem voltak koncertek, és mindenki a Viván hallgatta a Crazy Town, meg az Avril Lavint. És hogyha valahol volt egy egy villanygitár, akkor már oda kellett menni, mert koncert van. Most meg már mindenkinek az egekbe vannak az elvárásai. De akkor ez még mindig egy komoly szerelemprojekt, tehát így, hogyan tudod ezeket így egymás mellett idővel, energiával így menedzselni? Baromi nehezen. Úgyhogy általában fuldoklok az általam vállalkötelezettségekbe, és ez sokszor szomorúvá tesz, de ö, tehát muszáj. Ö, tehát, na, ha nem lennének a szervező társak, már régóta nem lenne ez a rendezvény. És itt jegyezném meg, hogy nem a társak hibája az, hogy a, a, rendezvény nem a legjobb korszakát éli. Én azt gondolom, hogy ezek egyrészt, mindegy is, hogy, mindegy is, hogy mi az ok, a lényeg az az, hogy folyamatosan alteráljuk a lehetséges megoldásokat. Én szeretném azt, hogyha, hogyha ez még 10-20-30-40-50 évig működhetne. Igazából mi sokkal magasabb azt hiszem, hogy az is egy probléma, hogy mi a rendezvényünk felé magasabb elvárásokat próbálunk meg kitűzni, mint amennyire valójában szükség lenne. Mert régebben a kevesebb, előadós, rövidebb és alacsonyabb kötelezettségeket vállaló helvillek, azok sokkal mókásabbak voltak mindenkinek, ezek pedig most már annyira nem azok. Viszont az a baj, hogy a rosszabbat, mint a korábbi éveknél, meg nem akarunk összerakni. Tehát, hogy mindig van egy ilyen megalománia benne, nem tudom hát más, evolut, mondani. Evolúci- lehet, a szín, hogy az egy, fejlődjük. egy, egy evolumánia van benne.